Szeptember 22 és 28-a között kerül megrendezésre Sepsiszentgyörgyön az IVA Filmmakers Fest harmadik kiadása, Románia egyetlen kizárólag női filmeseknek szóló filmfesztiválja. Lázár Prezsmer Endre szervezőt köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit! Hát örülünk, hogy kapcsolhattuk. Már is azzal kezdeném, ugye, hogy hát Szentgyörgyön már önmagában az is csoda, hogy ez a mozi újra élet. Nem tudom, hogy Székelyföld szerte hol van még mozi. Arra fogom megkérni, hogy erről meséljen egy picit, mi az előzménye, hogyan sikerült ezt a projektet összeállítani. Ugye annyira nem friss, hiszen ha jól értesültem, ez már a hatodik éve, hogy működik újra. Igen, 2017-ben nyitottuk meg a mozit az önkormányzat nagy felújításával, tehát a régi mozi épülete, ami egy nézőteres, nagy befogadó térségű mozi volt, az föl lett egy picit darabolva, és ebben az épületben kapott helyet az Andrei Muresanu Színház, illetve két kisebb moziterem. A Chaplin teremben 80 férőhelyünk van, és a Fellini nevet viselő teremben pedig 76. A rendszeres vetítések... Szóval... Uh-huh. Igen? Figyelek. Tehát, tehát a 2017-ben nyitottuk meg a mozit, és azóta töretlenül, persze a Covid idő alatt ugye volt, amikor zárva kellett tartsunk, de azóta folyamatos programmal, hétfő kivételével minden nap vetítünk filmeket. És hát emellett ilyen jellegű események is vannak, amilyen ez a fesztivál. Erről meséljen, hogy hogyan adódott az ötlet, milyen gondolattal szólították meg a női alkotókat, és nyilván, hogy teremtettek ehhez teret is, hogy színre tudjanak lépni. Hát mindig keresünk az olyan jellegű, vagyis gondolkodunk, hogy milyen olyan fesztivált vagy eseményt tudunk létrehozni, ami ritkábban van, és mert ilyen nemzeti filmnapokat, tehát magyar filmnapok, román filmnapok, lengyel, spanyol, dán tartunk időnként, csokorba gyűjtve pár filmet, és egy pont a egy herceg és egy fél filmbemutatója volt, akinek ugye női filmrendező, nő rendezte ezt a filmet, és a film vetítés után beszélgettünk, és akkor merült fel az ötlet, hogy ez teljesen hiány a romániai kulturális piacon, hogy így fogalmazzak, és ezért jó lenne egy ilyen jellegű fesztivált összehozni, és igen, sikerült már az idén a harmadik kiadást megszervezzük. Mi az, ami látható? Milyen filmeket vetítenek, illetve milyen egyéb járulékos rendezvényekre lehet, eseményekre lehet számítani? Hát mindig törekszünk arra, hogy egyrészt az elérhető, tehát a magyarországi és a romániai filmművészetből, filmkultúrából vetítsünk alkotásokat, és azokhoz, tehát olyan alkotásokat vetítünk, amihez legtöbb esetben az alkotókat is el tudjuk hívni. Ez ad egy ilyen élő és ilyen fesztivál jelleget ugye az eseményünknek. És hát az előző évben Boda Krisztina volt itt, illetve pillanat, Ágnes, most hirtelen jut eszembe. Na mindegy, voltak idősebb filmrendezők, voltak fiatalabb filmrendezők is. Mindig ez is a szempont, hogy a több generációból válasszunk. Illetve eddig minden alkalommal itt volt, és az idén is itt lesz velünk, Vince Teréz Budapestről, aki az ELTE-n tanít filmtörténetet, filmelméletet, és ő
az előző két évben is itt volt és beszélgetett rendezőkkel, illetve mesterkurzusokat tartott a női filmművészetről. Az idén meg Mészáros Márta két filmjét fogja bemutatni. Az egyik az Aurora Borealis, a 2017-ben készült alkotás, a másik meg egy korábbi film, egy 1975-ös, az Örökbefogadás. De itt lesz rögtön a fesztivál megnyitója után, holnap délután Olá Kata filmrendező és az élettársa Csukás Sándor operatőr, akik együtt készítették el a Keleti Ágnes, a ma élő legidősebb olimpikonról a dokumentumfilmjüket. Ez Aki legyőzte az időt, Keleti Ágnes. Ez a címe, ezt láthatják a bemutató után, természetesen közönség találkozó lesz az alkotókkal, és egy másik filmjüket is, egy korábbi, a Digitális Nomádom című alkotást is láthatja a közönség a péntek este. Aztán szombaton itt lesz velünk Fekete Ibolya, ő az idősebb generációt képviseli, és tőle délután a Csangók című 2008-ban készült dokumentumfilmet, illetve este az Anyám és más futóbolondok a családból 2015-ös legutóbbi filmjét fogja bemutatni, és beszélgetés lesz vele. Mindkét alkotóval, vagy az alkotókkal Tóth Gödri Iringó művészettörténész fog beszélgetni. Egyébként mondjuk el, hogy a fesztivál Facebook oldalán követhető az, hogy milyen program van, egészen pontosan mikor mi zajlik, úgyhogy aki kedvet kapott hozzá, mindenképpen keressen rá. Azt tudom, hogy nem csak szentgyörgyiek látogatják ilyenkor a mozit, hanem más városból is oda mennek, sőt, még arról is értesülésem van, hogy ha nincs is fesztivál, Brassóból, akkor is elmennek ebbe a moziba, mert olyan dolgokat láthatnak, amit egyébként nem. Milyen nézőszámmal kalkulál a fesztivál? Nyilván ehhez hozzátesszük azt, hogy volt két év járvány, ami mindent átírt. Igen, ez is közrejátszik. Hát ez olyan mérsékeltebb ennek a fesztiválnak a nézettsége, de van egy kis kitartó csapat, aki követi, aki egyébként a más fesztiváljainkon is részt vesz, és ezek közé tartoznak csíkszeredaiak, kézdivásárhelyiek, székelyudvarhelyiek is, tehát a Székelyföldről azért több helyről is lejönnek a fesztiválra, ahol még román filmeket is vetítünk, például a Alina Grigorenak a Cry No című filmjét, vagy az idei TIFF, a kolozsvári Transylvania International Film Festival nagydíjas filmjét, mint a Hal a Holdon, egy iráni filmet vetítünk, és a film után egy ilyen online zoomos beszélgetés, közönség találkozó lesz Dornaz Haya rendezőnővel. A fesztivál leírásban azt is olvastam, hogy Kovászna megye egyéb településein is vetítenek, hol lehet még ezeket a filmeket látni? Igen, egy kicsit módosult ez a programunk, de természetesen a Bodzafordulón és Szita Bodzán a Cry No című román játékfilmet fogjuk vetíteni, és Kovásznán és Kézdivásárhelyen egy picit későbbi időpontokban a maga természete szerint és szabadon Szilvási Karoláról készült dokumentumfilmet fogjuk vetíteni, amikor az egyik alkotó is jelen tud lenni a vetítésen, Szebeni Zsuzsa, ő ugyanis most egy nagyon zsúfolt időszakban van, de a fesztiválunkon lesz egy két kísérő rendezvény is, az egyik egy kiállítás megnyitó, amiben három női alkotónak, Ballum Viktóriának, Kovács Csonga Anikónak és Kun Fruzsinának lesznek az alkotásai láthatók, és ebben az egyik főszervező a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy fiókja, az élén Szebeni Zsuzsa vezetővel, tehát ez a projektje is lefoglalja, és
egy másik kísérő rendezvény, az az André Muresanu Színházban a Privitor című előadás lesz látható. Hát mindenképpen egy nagyon gazdag kínálat, úgyhogy aki teheti és kedvet kapott hozzá, nézzen oda el, hogyha nem Szent György, akkor látogasson Szent Györgyre, nagyon sok egyéb mellett a mozi is rendelkezésre áll. Hát én mindenképpen sok sikert kívánok az idei kiadáshoz is, és érdeklődve követjük, hogy milyen irányba fejlődik, alakul. Köszönöm szépen, hogy kapcsolhattuk, hálás vagyok a beszélgetésért. Én is köszönöm szépen, és akkor találkozzunk a moziban és a fesztiválon. Így legyen.